Karácsony van. 2020. december 24-e. Minden évben várom ezt az ünnepet. Feltöltődöm. Számomra mindig ezek az év legszebb napjai. A nyugalom, a béke és az összetartozás napjai. Még azokban a nehéz időkben is, amiket most élünk. Itt élek. Ez az otthonom. Sok más dömsödivel együtt itt zajlik az életem nagy része. Itt szerzem az emlékeimet és a tapasztalataimat, és ide jövök haza. A házak, az utcák, a terek, a barátok és a család is ide vár vissza. Itt a ti otthonotok is. Bárhol legyetek a nagyvilágban. Ez most egy más karácsony. Csendes, halk és kérdésekkel teli. Az idei ünnepfénye nem az utcákon és a tereken ragyog, most önmagunkban, a szívünkben kell fényeket gyújtani. A karácsony nem változott. Bár sokan nem tudnak hazajönni, a kapocs nem enged. Itt a parton üldögélve jöttem rá, hogy ez a kapocs olyan, mint a vén Duna. Nem ismer határokat. Átível rajtuk, és összeköt minket, bárhol is legyünk. Mert dömsödiek vagytok. Mert dömsödiek vagyunk. Sziasztok, dömsödiek! Csengőri Ági vagyok, a Connecticutből, az Amerikai Egyesült Államokból. Sok szeretettel gondolok rátok ez alatt az ünnepek alatt. Kívánok mindenkinek egészségben és boldogságban gazdag napokat, kellemes karácsonyi ünnepeket és még boldogabb új esztendőt. Remélem találkozunk hamarosan. Üdvözlet mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok, kedves dömsödiek! Engem Mészáros Mihálynak hívnak. Én a gyerekkoromat ugye Dömsödön éltem le. Én ott jártam ki ugye az általános iskolát, és hát utána úgy hozta az élet, hogy én elkerültem onnan. Ennek ellenére én nagyon gyakran visszajártam, és visszajárok a mai napig is. Karácsony időszakból ugye a legfőbb emlékeink így gyerekkorból ugye a hógolyózások, a szánkózások, az osztálytermek díszítése, akkor az énekórák és a többi mindig nagyon meleg szívvel töltenek el ezek az emlékek, és bármikor, mikor hazalátogatok, akkor ezek az impulzusok ugyanúgy előjönnek. Boldog Nikolett vagyok, Németországból. Olyan jó lenne ünnepelni veletek együtt a család körében. Beszélgetni mindenkivel, körbeülni a családi asztalt, és együtt tölteni el hosszas, boldog órákat. Tóth Kornélia vagyok, Svájcban, Wassersdorfban élek. Ebben az évben nem találkozhatunk Dömsödön, ezért így élek a lehetőséggel, és üzenem azoknak, akik ismernek, és azoknak is, akikkel még nem találkoztam. Nagyon nehéz most a megfelelő szavakat megtalálni, hogy mit is érzek. Mielőtt még elcsuklana a hangom, elmondom. Hiányoztok, vigyázzon mindenki magára, hogy egészséges maradjon, a családomnak az, hogy szeretlek benneteket, és puszi mindenkinek. Ulrich Magdolna vagyok, született major. Dömsödön nőttem fel. 2000-ben költöztem el Magyarországról. Most Svájc szívében, Zugvárosában élek. Ezúton kívánok anyukáméknak, öcsémnek és családjának, és minden kedves dömsödinek szeretettel teljes, boldog karácsonyi ünnepeket. Schröder Ilona, született Fábián Ilona vagyok, Németországban élek, Dörstedtben már 3 éve.
Mindegy, hogy a világ mely pontján élünk, a szívünk egy része mindig otthon van. Berinkei Nóra vagyok, Németországban élek 5 éve. Tavaly karácsonykor Magyarországon ünnepeltünk. A Szentestét szüleimnél Dömsödön töltöttük, nagymamámmal, testvéremmel és családjával. Együtt lehettem azokkal, akiket a legjobban szeretek, a szeretet ünnepén. Ebben a nehéz időszakban erre a szép emlékre gondolok vissza. Bízom benne, hogy nem sokára találkozhatok családtagjaimmal és barátaimmal, közel egy év után, mert már nagyon hiányoznak. Alföldi Erzsi vagyok, a Hawaii szigetekről. Kedves falubeliek, szeretnék nektek kívánni nagyon sok boldog karácsonyi ünnepeket, szeretetben, türelemben, és nagyon, de nagyon jó egészségben, gondolatban veletek vagyok, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, és teljenek a kellemes ünnepek szeretetbe és boldogságban. A szeretet drága kincs, földön ennek párja nincs. Hozd meg mással, mégse fogy, inkább így lesz mindenről. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk innen Svédországból. Évente egyszer, egy csodálatos téli éjjel, bűvös titkos álmok suhannak az élben. Mindenki házába boldogság költözik, szívünk örömmel megtelik. Mielőtt lefekszetek, tárjátok ki ablakaitokat, mert elküldjük hozzátok a mi angyalunkat. Egy pillanatra kérlek, figyeljetek oda rá, mert nevünkben boldog békés karácsony kíván. A képeslap már ósdi, új idők járnak, az üzenetek manapság az éterben szállnak. Így kívánunk minden magyar számára, bárhol él is a nagyvilágban, boldog ünnepeket, sok boldogságot, erőt, egészséget és szeretetet. Németországból, Marsfeldből, a Nyerges család. Idézetem Margaret Seamantől, ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtellik a szíved. Nagyon boldog karácsony, Dömsöd! Ahol szeretünk, ott az otthonunk. Az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem. Boldog karácsonyt kívánok minden dömsödinek! Ezen a világon már minden mérhető, csak az érzelmeink hőfokát nem jelzi műszer. Még a találkozások sűrűsége vagy ritkassága sem mutatója a szeretetnek, barátságnak, összetartozásnak. Békés, boldog karácsony ünnepeket kívánok minden dömsödi lakosnak. Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz és az eszeddel nem hiszel. Minden kedves dömsödinek éljen bárhol a világon, áldott, egészséges ünnepeket kívánok. Az idézetem Tereza anyától szól. Nem az számít, hogy mennyi mindent csinálsz, hanem az, hogy mennyi szeretetet raksz bele. Üdvözlet mindenkinek Amerikában! Beszállt egy angyalka, s azt súgta nékem, gondolj ma azokra, akik a szívedbe félnek. Eszembe jutottál te és családod. Ezúton kívánok békés karácsonyt. Kellemes karácsonyt és boldog új élet mindenkinek. Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az a siker. Áldott, békés, boldog karácsonyt, Dömsöd. A legértékesebb ajándékokat nem találod meg a boltokban. A karácsonyfa díszítés,
a közös sütés-főzés, az idő eltöltése a családdal a legnagyobb ajándék. Boldog karácsonyt Magyarország, boldog karácsony Dömsö! Boldog karácsony, dömsödiek! Itthon és a nagyvilágban.